Üdvözöllek benneteket! Folytatjuk videós sorozatunkat, melyben a 2021-es próba feladatait oldjuk meg. Nyolcadik feladatunk a következőképpen szól. A nyári és a téli olimpiai játékokat minden negyedik évben szokták megtartani. A grafikonon az olimpiai játékok látogatottságát mutatjuk be, 2004-től egészen 2016-ig. Az adott grafikon tehát tartalmazza egyrészt a nyári, másrészt pedig a téli olimpiai játékok látogatottságát. Az x -tengelyen található az olimpiai játékok vendéglátói évben, az y tengelyen pedig a nézők száma milliárdokban kifejezve. Az adott grafikon alapján a következő négy állításról kell, hogy eldöntsük, hogy igaz vagy hamis induljunk sorban. Az első állítás a következőt mondja, Athénban 2004-ben tartották meg a téli olimpiai játékokat. Ellenőrizzük le, Athén, igaz, hogy 2004, de viszont láthatjuk, hogy narancsoszlopról van szó, tehát 2004-ben nyári olimpiai játékokat tartottak, így tehát nem lehet téli olimpiai játékok. Tehát az első állítás biztos nem lesz igaz. A második állításunk szerint a leglátogatottabb téri olimpia játékokat Pekingben tartották meg. Figyeljük meg a kék oszlopok közül, melyik lesz a legnagyobb, tehát ahol a legtöbb látogató volt. Hát láthatjuk, hogy a legnagyobb kék oszlop az a Vancouveri, nem pedig a Pekingi, ahol ugyancsak nyári olimpiai játékokat tartottak. Ezek szerint a második állításunk sem lesz igaz. Nézzük a harmadik állítást a Pekingben megtartott olimpiai játékokat háromszor annyi ember nézte, mint amennyien a Szocsiban megtartott olimpiai játékokat. Hasonlítsuk össze Peking, illetve Szocsi. Azt látjuk, hogy Peking valamennyivel több, mint 4 milliárd látogató volt, míg Szocsiban egy picivel több, mint 2 milliárd. Hát sajnos a 4 milliárd az nem lesz háromszor annyi, mint a 2 milliárd, így sajnos ez az állítás sem lehet igaz. Talán az utolsó állítással több szerencsénk lesz a legkevésbé látogatott nyári olimpiai játékokon. Tehát a narancs oszlopok közül keressük meg a legkevesebbet, hát az egyrészt a londoni, másrészt a Rio de Janeiroi. Azt állítja, hogy több néző volt, mint a Torinóban megtartott téli olimpiai játékokon. Akár Londonban, akár Rióban láthatjuk, hogy valahol három és fél, kicsivel több, mint 3,5 és fél milliárd, míg Torinóban, ugye a másik áll, amivel össze kell hasonlítanunk, azt látjuk, hogy 3 milliárd látogató volt. Hát végre már van egy igaz állítás is, hiszen a legkevésbé látogatott nyári olimpia játékokon, akár London, akár Riót vesszük, hiszen pontosan nem tudjuk meghatározni, mindkét olimpiajátékokon több látogató volt, több néző volt, mint a torinói olimpián. Így tehát az utolsó állításunk végre már egy igaz állítás, tehát az állítás előtti köröcskét be tudjuk festeni. Így oldottuk meg ezt a grafikonnal kapcsolatos feladatunkat, köszönöm a figyelmeteket!